2020 őszére épülhet meg Nyíregyháza új impozáns épülete a belvárosban. Az egyházi beruházást 700 millió forinttal támogatja a magyar állam. 700 millió forinttal támogatja a magyar kormány a Szent Atanász Görög Katolikus Hittudományi Főiskola főépülete mellé tervezett több célú épületegyüttes létrehozását. Ott kap majd helyet például a főiskolai könyvtár is, amely 1500 tételből áll, egy részét tekintve nemzetközileg is jelentős 16. és 18. századi egyházi szláv nyelvű könyv és kéziratgyűjteményt is magába foglaló antikva állománya. De ez az épület fogadja be a görögkatolikus egyház művészeti gyűjteményt is, amelyhez a nagy közönség jelenleg nehezen fér hozzá. Vendégem a stúdióban a téma kapcsán a Szent Atanász Görög Katolikus Hittudományi Főiskola képviseletében dr. Szabó Irén, a projekt szakmai vezetője. Köszöntöm. Jó napot kívánok! Néhány információt hallottunk a felvezetőben. Igen, a 700 az 600, és a könyvtárnak ez az antikva gyűjteménye az 1500 darab, tehát a régi szlávnyelvű kéziratok, illetve a nyomtatványoknak a darab számát, a könyvtár az ennél jóval jelentősebb. És az egész támogatás nagy része ez az úgynevezett több célú kulturális intézmény, ez elsősorban egy múzeumot jelent, és ehhez kapcsolódóan egy tanulmányi háznak a létrehozását, ugyanis a Szent Atanász Hittudományi Főiskola azon kívül, hogy teológusokat, a leendő görög katolikus papokat képzi, kántorképző, azon kívül jelentős felnőtt képzési palettával rendelkezik, és azon túl, hogy ezek a képzések hétvégén vannak, és ez a tanulmányi ház kiszolgálja ezeket a hétvégi tanulókat. Azon kívül a főiskolánk a Pápai Gergely Egyetem agregált intézménye, és jelentős kutatómunka folyik a főiskolánkon. A lendület kutatóprogramnak a nyertesei, egy fontos helyszíne a főiskolánk, és számtalan évente több konferenciát szervezünk. Vendégprofesszoroknak, konferencia résztvevőknek fontos, de mégis a leghangsúlyosabb része ennek a fejlesztésnek az a múzeum lesz. A tervek mikortól formálódtak? Hiszen itt azért egy nagyon komoly és egy nagyon hosszú távra szóló projekt valósul meg a jövőben. Mióta tervezgették már ezt? Igen, valóban így van. 2017. decemberében vált publikussá az, hogy kormánytámogatást kap a Magyar Görög Katolikus Egyház, kifejezetten a metropólia, tehát nem a Nyíregyházi Egyházmegye, hanem a Görög Katolikus Metropólia, és ebben a támogatási csomagban nevesítetten szerepel a múzeum létrehozása. Így miután ez nyilvánossá vált, ezt jelenti, hogy a tavalyi év, tulajdonképpen egy bő egy éve elkezdődött a tervezésnek a folyamata, először a funkcióknak a letisztázása, hogy mi is kap majd itt helyet ebben az épületben. A tervező a Balázs Mihály, aki a főiskola épületét is tervezte, és az első szakmai tím az tavaly nyáron ült össze, és kezdtük el a múzeumnak az elvi programját összeállítani, illetve azokat a funkciókat meghatározni, amelyek majd ebben az épületben helyet kapnak. Ez nagyon izgalmas lehetett, meg lehet jelenleg is ez a folyamat. Van önök előtt valamilyen minta vagy példa, ami segíthet, vagy fel kell valamit fedezni, és ki kell valamit találni? Ki kell valamit találni. Mindenképpen egy olyan épületet szerettünk volna, és szeretnénk Nyíregyháza szívében, Nyíregyháza belvárosában felépíteni, ami nem egyszerűen csak a görögkatolikus egyháznak szól, és a görögkatolikus egyházról szól, hanem Nyíregyháza városát gazdagítja azzal a kulturális és turisztikai kínálattal, amit mi ezen az épületen keresztül nyújtani tudunk, a várost és az ide érkezőket szeretnénk gazdagítani. Tehát nem egy szűken véve felekezeti intézménynek a létrehozására törekszünk, jó lehet az egésznek a tartalma és az arculatának az egy görögkatolikus egyházi múzeum, történeti és művészeti múzeum, de a programjai és maga a terei, amiket kialakítunk, ennél sokkal tágabbak és nyitottabbak lesznek.
az ember úgy megszokja, vagy megszokta, hogy a múzeumok mindig ilyen ódon épületek, mindig régi épületek, és furcsa hallani, hogy a 21. században épül fel ugye speciálisan egy múzeum, ráadásul akinek a gondozásában ugye ott is azért a történelmi múlt jut az embernek az eszébe. A célok tudnak-e változni, vagy évek óta ugyanazok-e már, ahogy önök tervezgetnek, vagy változnak-e ezek, módosulnak-e egy picit, ahogy telik az idő? A görögkatolikus egyháznak az 1980-as évek elejétől kezdődően van egy kis múzeum, egy kis gyűjteménye a nyíregyházi püspökség, jelenleg nyíregyházi püspökség épületében. Ezt akkor Nagy Mihályi Géza atya hozta létre, gyűjtötte össze, és dr. Puskás Bernadett művészettörténész rendezte szakmailag, de ez egy olyan picike helyen van, és nem igazán publikus, nem megközelíthető. Azt szerettük volna, hogy az a gazdag művészeti, kulturális és történelmi hagyaték, ami Magyarországon a görögkatolikus egyházhoz kapcsolódik, ami jelenleg a mai Magyarország területe, de ennél sokkal gazdagabb, hiszen az egész történelmi Magyarországra kiterjedt az egykori Munkácsi Egyházmegye, aminek a Magyarországon maradt része jelenleg a magyarországi görögkatolikus metropólia, hogy ez az egész kulturális hagyaték valahogy itt egy nyilvánosságot kapjon, meg tudjon mutatkozni. Ez több szempontból is fontos. Egyrészt fontos nekünk görögkatolikusoknak, a saját identitásunk, a saját múltunk felfedezése. Nyilván van speciálisan egyházi jellege ennek, hiszen a tárgyi anyag, a művészeti anyag az elsősorban a templomok tárgyaiból, liturgiánkhoz kapcsolódó tárgyakból, eszközökből tevődnek össze. Ilyen értelemben a gyűjteményünk nagyon sajátos. Ugyanakkor ez a gyűjtemény tükre annak a kárpátvidéki művészetnek, ami a keleti és a nyugati egyház találkozásának a meccéspontján alakult ki. Ebből a szempontból egyedi, unikális, tehát az a különlegesség, ami az elmúlt majd közel 400 évben formálódott ki, az még eddig nem kapott igazán nyilvánosságot. És valahogy a magyar görögkatolikusság földrajzi elhelyezkedése tradicionálisan Észak-Kelet-Magyarország, és amikor azon gondolkodtunk, hogy a múzeum hol épüljön föl, akkor több város is fölvetődött Budapesttől Debrecenig, de úgy gondoltuk, hogy a magyar görögkatolikusok, magyarországi görögkatolikusok számára Nyíregyháza tud működik olyan központként és megközelíthetőként, és tud egy olyan kulturális központtá válni, ahonnan a legtöbben elérhetik ezt az intézményt. Úgy gondolom, hogy ezek a különlegességek, amiket ön elmondott, és hogy tulajdonképpen Nyíregyháza ilyen szempontból egy kis centrumnak is tekinthető, ez a sok különlegesség, ez valahol ott a könyvtárban is megtalálható, tehát nem véletlen, mondjuk, hogy egy restaurátor műhely kialakítása is szerepel a tervek között. Igen. Én végül arra szeretnék rákérdezni, számomra új a kifejezés, ez elképzelhető a tanulmányi ház. Tehát nekem ez mindenképpen új. Mikorra realizálódik mindez? Tehát mennyi idejük van rá? Illetve most annak a szerepét betölti-e valami, vagy az is egy vadonatúj dolog lesz? A tanulmányi ház az pontosan az, amit a beszélgetésünk elején elmondtam, hogy a főiskola kutató és oktató tevékenységehez kapcsolódó kiegészítő épületrész lesz, ami viszont a többi része, az kifejezetten a múzeumi tevékenységhez kapcsolódik. Az épületben helyet kap, ahogy mondtam, a tanulmányi ház, ami szálláshely és egy oktatási helység. Azon kívül a szíve az egész épületnek, az a kiállítótér lesz, a több kiállítótér, illetve a múzeumi irodák mellett nagyon fontos és hangsúlyos a raktárak kérdése, hogy a most birtokunkban lévő és majdan begyűjtendő műtárgyakat megfelelőképpen tudjuk elhelyezni, a raktárak, és ezeket a műtárgyakat megfelelőképpen tudjuk gondozni, így
egy egész szint lesz a restaurátor műhelyeknek szánva, és nagyon fontos, és itt kapcsolódik a könyvtárhoz, hogy az antikva gyűjtemény, a régi könyvanyaga a könyvtárnak is szintén itt kap majd helyet, illetve nagyon fontos része a múzeumi munkának a múzeumi adattár, tehát az a kutató és gyűjtő munka, amit a múzeum munkatársai eddig, illetve majdan végeznek, az megfelelőképpen dokumentálva legyen, és ezek a dokumentumok ebben az adattárban kapjanak helyet. És az egész épületnek a földszintje szeretnénk, hogyha egy közösségi térként tudna funkcionálni. Itt kap helyet a múzeumpedagógiai részleg, illetve az a földszinti nagy kiállító tér, ami közösségi rendezvényeknek, illetve időszaki kiállításoknak ad majd helyet. Hát én úgy gondolom, hogy amint láthatóvá válnak ezek a tervek, amint kivitelezik a szakemberek, akkor mi ezeket meg fogjuk tudni mutatni. Terveink szerint ez év őszén megtörténik az alapkőletétel, illetve elkezdődik az építkezés. Szeretnénk, hogyha nyíregyháziak erről is hírt kaphatnának. Köszönjük szépen, hogy befáradt hozzánk. Szívesen.